zene, alkohol, darts, utóbbi a legnépszerűbb kocsmasportok közé tartozik. Így van ez Szekszárdon is, ahol már 16. alkalommal rendezték meg a sprinterek kupát az egyik helyi sörözőben. December 28-án több mint 80 versenyzővel rajtolt el a mezőn. A darts úgy gondolom, hogy nagyon jó sport. Már fiataloknál úgy gondolom, hogy ez a összeadás, kivonás, szorzás abszolút bele lehet vinni egyébként a tanulásba is. A sport tévék is nagyon fölkapták, nagyon látványos és nézett műsor, úgy gondolom, hogy egy kevés befektetéssel, tehát nem egy annyira anyagi igényű. Nagyon jó sportnak tartom, mindenféleképpen fejleszti az embernek több térén a képességeit. Nagyon jó sport. 83 induló, ugyanúgy, hogy 74 és 9 hölgy, és ez pedig abszolút egy nagy létszámnak örvendünk. Külön a hölgyeknek biztosítunk egy versenyt. Nagyon-nagyon jó létszámra jöttünk. A Covid nem fogott ki rajtunk. Aki, ahogy mondtam már részt vett, ő eljönnek ismételten. Van, aki alapból tehetséges. Van, aki viszont, hogyha nem is annyira tehetséges, de ez gyakorlással eredményt lehet elérni. Tehát azt mondom, hogy tud fejlődni az ember, és ez neki mindenféleképpen pozitív. Tehát aki nem annyira tehetséges, de gyakorol, őnek is vannak élményei, ami látszik, hogy fejlődik, és ez neki egy jó élmény. Egy kis gyakorlásra azt mondom, hogy mindenféleképpen olyan eredményt tudsz elérni, ami látványos, és ez neked is magadnak azt mondom, hogy ez egy jó, és meg tudsz dobni ilyen dolgokat. Nyilván itt ugye 500-ért dupla kiszállóra játszunk. Egyébként az ember a táblára dob, bármit talál, akkor valamit számol, viszont a végén, abszolút a duplával szálljon ki, ott viszont már jobban kell koncentrálni, tehát erre már jobban kell gyakorolni. Jagica Gábor először csak baráti körben játszott, tavaly pedig már ő állhatott fel a szekszárdi verseny dobogójának legtetejére. Egyszer sikerült nyernem, pont a tavalyi évben, az azt megelőző fordulón pedig Adorján Ádámmal vívtuk a döntőt, ahol Ádám lert meg engem. Úgyhogy ez a harmadik nekifutásom, szeretnék idén is duplázni, hogyha összejön. Világéletemben játszottuk a kocsmasportokat, leginkább csocsózni szerettünk volna. Hogyha a kocsmában a csocsóasztal éppen foglalt volt, akkor biliárdoztunk, és csak azután dobáltuk a soft dartsot. Míg nem 2017-ben egyszer egy kedves ismerősömnél italoztunk, lazultunk, és ott volt neki felszerelve a falra egy steel tábla, és már emelkedett hangulatban voltunk, és akkor elkezdtünk játszani, és egy olyan új érzés fogott el, tehát olyan jó volt, hogy elhatároztuk akkor, hogy megkeressük a legközelebbi egyesületet, ez hála Istennek ott a szomszéd utcában volt, és akkor lementünk, és hát nagyon megfogott az ottani hangulat, a millió és a csapat, úgyhogy azonnal leigazoltunk, és akkor hát így már 5. éve vagyok igazolt játékos. Nagyon könnyű, leginkább az jellemző erre a sportra, hogy a kezdők azok nagyon meredeken ívelnek felfelé, mert a nullától elérni az első komolyabb szintet, az nagyon rövid idő alatt megvalósul. Utána általában mindenkinek jön egy hullámvölgy, tehát azt veszi észre saját magán, hogy minél többet gyakorol, minél többet edz, nem jönnek úgy az eredmények egy idő után. Ilyenkor következik egy kis hullámvölgy, és hát ezt kell túlélni ahhoz, hogy akkor újra íveljen felfelé a karrier. Nem bonyolult egyébként, kell egy stabil beállás, egy jó dobástechnika, illetve nem mellesleg a kicsit meg kell tanulni számolni, mert amikor már az alapok megvannak, utána már nagyon sok múlik a játék kimenetelén, tehát az, hogy az ember jól tudjon számolni. Azt hiszem, hogy ilyen 8 induló volt először, és akkor így kinőttük, egyre többen lettünk most már. Ebben az időben pont most megy a világbajnokság, a PDC világbajnokság, és ez ilyen népszerű, és egyre népszerűbb lesz, úgyhogy próbálkoznak, hogy olimpiai szám legyen, hát az majd kiderül majd. Akik elindulnak, már úgy készülnek, már otthon is készülnek, gyakorolnak, úgyhogy mire ide érnek, olyan adrenalin van bennük, hogy remegnek szinte, és sokszor azért rontják el a kiszállókat, mert izgulnak.
Hát egy pár alkalom után már ezek már nem fognak izgulni, és akkor így kialakulnak a győztesek és a nyertesek is. A dárccal én 18 évvel ismerkedtem meg, akkor az Örényi barátom mondta, hogy próbáljuk ki, és annyira megtetszett, hogy azóta egyre nagyobb, és nagyon imádok dárcozni. Csak most azért nem tudok ilyenkor indulni, mert ennyi embert koordinálni nagyon nehéz, úgyhogy én ezt most ilyenkor kihagyom, élvezem, nézem a játékukat, és most így visszavonultam.